Üdvözletem, kedves hallgató! Jelenleg a Büntető Podcast 9. epizódját hallgatod. Jó magam, Máté vagyok, és velem van a rossz viccek, vagy a viccnek szánt beszólások koronázatlan királya, a Bence. Sziasztok! És Patrik. Liver Patrik. Nincs oda bevezetés. Szevasztok! Próbáltam viccesre venni a figurát, ha már számomra nem túl örömteli ez a nap. Úgy gondoltam, hogy azzal kezdhetnénk az adást, hogy van egy ügy, ami már napok óta, és az elmúlt hét szinte a Premier League-ben szinte csak erről szólt. Ez biztos hallottak ti is, ez a Mourinho és Eva Carneiro ügyről. És szeretnék egy kis rage-et tartani ezzel kapcsolatban. Ugye ezt az előző adásban már beszéltünk róla egy pár szót, de hát akkor még nem tudtuk, hogy meddig fog fajulni ez a dolog. Hát számomra nem is tudom, hol kezdjem. Szóval ugye az történt, hogy a Premier League első fordulójában Hazard megsérült, vagy hát felrúgták őt, és ugye jelezte a bírónak, hogy sérülés van, a bíró engedélyezte, hogy a csapatorvos a pályára lépjen, ők meg egyből beszaladtak kezelni őt, ezen Mourinho meg ugye kiakadt, mert szerinte nem volt olyan súlyos a dolog, inkább Hazard csak fáradt volt. Ami nem is lett volna semmi baj, csak hát ugye elvileg Mourinho felel a csapatért, és az ő engedélye nélkül léptek pályára az orvosok, és hát emiatt eltiltotta. Elvileg úgy volt, hogy örökre, vagy hogy ki lesz rúgva a női orvos a Chelsea-nek, de végül aztán úgy tűnt, hogy, vagy úgy tűnik egyenlőre, csak egy meccset kell kihagyni, hogy nem tudom, ez ilyen büntetés, vagy nem tudom miért, és hát... Szóval a Chelsea szurkolók nagy része, meg ugye az orvosi kamara, meg mit tudom én, mindenki a Carneiro mellé állt, amiben engem a legjobban az zavar, hogy szerintem emögött az áll, hogy ő egy szép nő. És meggyőződésem, hogyha egy férfi lenne szó, akinek a nevét se tudják az emberek, és nincs több követője Twitteren, mint a legtöbb Premier League klubnak, majdnem, Nem lenne ennyire felkapva az ügy. Nem tudom, ti hogy látjátok ezt. Ugyanezt akartam mondani amúgy. Csak akkor valami más indokot keresek. Hát biztos, hogy az benne van. Hát nem tudom, kicsit... Bár hát ha férfi orvos ezt csinálta volna, akkor csak kicsit azért kemény lett volna, de... Hát nem tudom. Azért ennyire nem büntette volna meg. Szerintem más edző. Azért Mourinho tudjuk, hogy milyen. Na hát igen, ő is hibázik, mert ember meg hát szereti másra kenni, úgymond a saját hibáit is, de amit a média csinált aztán, ami viszont már nálam átcsapott abba, hogy most szerintem ez már tényleg egy rage lesz, hogy ez a bulvárszerű cikk, hogy ilyen cikkek jelentek meg, hogy az újra a Chelsea dokinője körül forr a londoni levegő, Éva imádja a szexet, egy napunk sem telt nélküle, ez az alcím. És akkor kiderül, hogy valami volt barátja nyilatkozott valami újságnak, hogy bevallotta Éva, vagy nem tudom, hogy szexelt egy Chelsea-s játékossal, és ez kit érdekel, hogy annyira fel lett kapva az egész ügy, hogy én nem tudom, meddig fog még ezt tartani, és... Meg az, hogy ahogy néztem, most egy kicsit csak egy pár szóban, mert a végére kéne hagyni a Chelsea meccset, mondja, hogy sorrendben ez az utolsó egyenlőre. Csak annyiban, hogy a kommentátor alatta is végig erőltette ezt a témát, aminek igazából semmi köze nem lenne a meccshez szerintem. Nagyon, nagyon fel van kapva, és nagyon el van túl az egész szerintem. Jó, de hát a kommentátorra most visszatérve, mi másról beszéljen, ezzel van tele a média. Mindenki tudja, hogy most mi van. Ugye részben azért mondtad, hogy mert jól néz ki, részben meg azért, mert tényleg minden egyes szennylaptól kezdve a minőségi lapokig minden vitte ezt a cikket, mert ebből jött nekik ugye a reach. És hogy persze, hogy ezt mondja, mert ezzel tudja elérni a úgymond a hallgatóságát. Holott ez erőteljesen túlzásban volt szerintem. Tehát, hogy megemlítik egyszer vagy kétszer, ugye most nem akarok nagyon előre szaladni, de tényleg volt olyan alkalom a meccsen, hogy ugye az orvosi stábnak dolga volt, akkor megemlíti, mondjuk, aztán jól van. De tényleg most kicsit túlzásokba esnek most én is, de hogy minden második mondatával ezt sugalta, azért az
Szerintem pont ez a ló túloldalára átesés volt. Szerintem is messze nem ennyire érdekes ez az egész ügy. Oké, hogy Mourinho körül vannak furcsa dolgok, de azért ennél azért sokkal nagyobb dolgokat is csinál már, meg sokkal nagyobb beszólása is voltak, meg durvább tettei, és ami engem leginkább feldegesített, hogy rengeteg Chelsea szurkoló ezt úgy fogta fel, hogy Mourinho takarodj, meg hogy egy büdös görény, meg hogy izé, meg hogy na most már tényleg túlzásba esett, meg mit tudom én. Néhány ember egyszer nem lát túl a csöcsökön. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de tényleg így van. És az a vicc, hogy John Fairnek a neve kinek ismerős? Nő például a csapatnak ő a csapat fizioterapeutája, aki szintén el lett tiltva, és senki még csak a nevét se tudja. Mert hát nyilván nincsenek mellei. Szóval... Azért vannak, nyugi. Nem, hogy a... Éve annak se tudtam, hogy igazából mi a... Most nem tudom teljesen, hogy mi a pontos neve. Csak mindig tudtam róla, hogy ott van a Chelsea-nél, meg előtte azt mondom, Milánban volt talán, vagy nem tudom. Nyilván egyébként oké, ez egy tök szimpatikus dolog, meg egyébként én ezt támogattam is tökre, hogy a nők is kapjanak ilyen szinten, ilyen profi szinten szerepet, hogy emiatt ne legyen kirekesztettség, de ez meg most a másik oldala a dolognak, hogy most csak azért, mert nő, szerintem én nem mondanám azt, hogy ez egyedülálló dolog. Nem hiszem, hogy csak Mourinho volt az, hogy kiakadt valaha is a csapatának az orvosaira. Most nem tudok konkrét példát mondani, de biztos vagyok benne, hogy nem ez az egyetlen ilyen eset sem a Premier League-ben, sem az egész futball történelemben. Csak ez most azért lett felkapva, mert ez az Eva Carneiro egy nagyon felkapott nő, pont azért, mert hogy nőként rengeteg férfi között dolgozik egy férfias sportágban, amit leginkább férfiak néznek. Szerintem. De én most ez így nagyon hülye párhuzam, tudom, de hogy ahogyan ugye a női futball is egyre nagyobb teret kap, és egyre előrébb van akár a kamerák keresztüzében, lehet így mondani, és ez akár most lehet Magyarország, lehet Anglia, ugye most volt a világbajnokságban, vagy Európa bajnokság nőiben, ugye, amit te az angolok is egész jól szerepeltek. Azt hiszem Európa bajnokság volt, de nem tudok hülyeséget mondani. És hogy ezzel együtt, tehát szerintem jönnie kell a női stábtagoknak, akár férfi, akár női labdarúgásban. És tényleg ez az egész előrelendülése, ennek talán az egyik oszlopos tagja pont ugye a Chelsea doktornője, mert hogy ugye ő mindig ott van a keresztűzben, most ugye főleg, őt tényleg szinte mindenki ismeri, hogy Patrik is mondta, hogy oké, hogy a teljes nevét nem tudja, de tudja, hogy ott van a Chelsea-nél, és hogy ő rajta keresztül jöhet be az, hogy tényleg akár egyre több legyen, és egyre több kispadon láthassunk női edzőket, fizioterapeutákat, orvosokat, stb. Persze, és ez, én ezt teljesen támogattam is, mert rengeteg női sportoló van, akik ha, vagy akár futbalista is van, akik szerintem, ha úgy lenne, hogy koedukált lenne a futball, akkor lehet, hogy lenne egy pár nő, aki mondjuk többet tudna mutatni, mint néhány híres férfi focista. Most nem akarok így, most nem azért mondom, hogy bárkit leszóljak, vagy bármi, de tényleg egyébként a női futball is fejlődik, ahogy mondtad, és meg úgy egyre jobban úgy az emberek most már a köztudomásban is egyre jobban szerepel, és nem csak úgy, hogy csak a meccsere miatt nézik a meccset. Hát... Ezután, hogyha kirúgják onnan, akkor szerintem könnyen talál munkát. Ja, persze. De igazából, ami leginkább feldegesített, hogy nem azért, szóval ez az a fajta dolog, hogy nem azért nem egyenlőként kezelik, mert nő, hanem pont emiatt kiemelik ezt az ügyet. És mondom meg, ez a bulvár cikk-szerű, hogy minden sportoldalon ott van, és szinte ugyanaz, szerintem egy valaki lefordította, akinek... Hát, na mindegy, szóval fájna az ujja, amiért ezt begépelte, és utána mindenki ezt lenyúlta, és különböző részeket így közzétett, meg van egy oldal, ahol ugyanaz a cikk van három különböző féleképpen, csak három rész van szedve a cikk, és annak a férfinak, aki elvileg a barátja volt, neki a nyilatkozata három fele van szedve, és egy különböző körítése három féleképpen is megjelent. Hát azért ez... Kérlek... sportoldalak, ezt ne... Elég kacsaszag volt egész. Igen, szóval... Ezt ne erőltessük már. Meg na ugye, jó van. Például van
partjelző is nő a Premier League-be, vagyis nem tudom most van-e, de én szoktam látni. Hát én a magyar fociból tudom ezt. Igen, azt hiszem van a Premier League-be egy női partjelző. Legalábbis tavaly volt, ha jól emlékszem. Ő is rá mindig nagy figyelem hárult. A kommentátorok is mindig megértek, ó, miért ügyesen végzi a munkáját, minden. Hát persze, de... úgy, nem azt mondom újdonság, csak olyan nem megszokott. De amíg valami pozitív dologat tűnnek ki, addig nem is baj, ha megemlítik, csak ez nem mindegy, ezt már nem akarom még egyszer elmondani, engem ez eléggé fejlegesített. Nyugodtabb vizekre evezve, azért történt más is. Ugye lejátszódott a spanyol szuperkupa első köre, mert ugye oda visszavágós sem van ott megrendezve Spanyolországban, és hát ezt a meccset én csak a végét kaptam el, sajnálatos módon munka miatt, pedig szívesen megnéztem volna, de később néztem egy hosszabb összefoglalót. Hát vagyis bocsánat, a szuperkupáról akartunk, de a spanyol szuperkupa is volt ugye időközben. Először a szuperkupáról beszéljünk már egy pár szót. Jó, már csak én azt láttam, a spanyol szuperkupát az nem. Én, hát igazából mind a kettőn csak így összefoglaló szinten láttam végig, úgyhogy... De azért hát ez elég a mind a kettőből látszik, hogy a Barcelona védekezése most nem egységes. Azért 8 gólt kapni ezen a két meccsen. Hát igen, viszont a támadólagzatok még működik, amikor formában van. Hát azért még jó. Olyan nevekkel, persze. De több gólt lőjünk, mint az ellenfél taktika. De ők négyet tudnak, akkor legyen öt. Ez a szuperkupán, vagy a európai szuperkupán, ez be is jött nekik. Hát igazából szerintem mindenki látta a meccset, akit érdekel, szóval nem akarnék így összefoglalni. Ami érdekes egyébként, hogy azért olyan szépen jött vissza a Sevilla, hogy szerintem nagyjából mindenki, aki nem Barca drukker, mindenki a Sevillának szurkolt. És emiatt egy kicsit így több ember volt csalódott a végeredmény miatt. De ez a... most nagyon nem megsértve a Sevilla drukkereket, hogyha esetleg hallgatják, de ez a tipikus, szimpatikus kis csapatnak a fairy tale, ilyen mese helyzete. De erről ugye mi Patrik a Liverpool szurkolóként is tudnánk mesélni, mert azért 10 éve most már volt egy hasonló eset, ahol egy sokkal erősebb csapat ellen sikerült 3 gólról felállni. Tehát, na, hogy igen. Ez így normális reakció szerintem, hogy ilyenkor mindig azért a legkisebb királyfinak szurkol az ember. Meg azért elég irónia, hogy Pedro rúgta a győztes gólt. Na igen, szóval Pedro, hogy ő szerintetek ennyire biztos, hogy távozik a United, mert mindenki annyira biztosra veszi. Elvileg a United-ben nem megy, hanem a City-be. City-be? Már én azt olvastam. Most a City-be hol férne el? Vagy ezt majd hagyjuk a... Padra a Sterling mellé. Hát gondoltam, hogy az adás végé felé beszélgessünk átigazásokra, úgyhogy akkor ezt oda rakhatjuk majd, hogy ezt csúsztassuk el ezt a témát. Akkor még mondok majd oda. Bár igazából én hoztam fel, ugye nagyon jó fej dolog. Viszont a spanyol szuperkupán csúnyán kikapott a Barca. Láttam a meccset, vagyis hát amennyire így többi teendők között bele-bele pislogtam. Azt vettem észre, hogy néztem a labdabirtoklást talán a fél időben is, valami 74-26 volt a Barszának. Ami, tehát hogy oké, okay, hogy nagy csapat és kisebb csapat ismét, de szerintem ez aránytalanul sok, és a játékképe alapján tényleg ez volt. És szerintem ugye a Barszának már nem annyira az a tartsuk meg a labdát és passzolgassunk 20 percig az ellenfél 16-osánál, amíg megjön a helyzet és bevágjuk, focija van. De ugye ezzel szembe került most a direkt foci, amit ezzel a nagyon minimális labdabirtoklással is képesek voltak. Nem mondhatom azt, hogy tökéletesen csinálni egy ilyen eredmény után. Hát igen. Igazából több dolgot nem nagyon tudok hozzáfűzni, én csak a összefoglalót láttam, az se egy ilyen túl hosszú volt, mert 6 perc volt, és igazából csak a gólok voltak benne, meg a nagyobb helyzetek. Az igazság, hogy elég fura gólokat is kapott a Barca, olyan tér, hogy azért nem is tudom, mikor láttam utána, hogy nagy csapat ilyen gólokat kap, hát talán a mai meccsen.
De... Hát igen. Szóval... Ja, San Jose-nak a gólja, az első, az a félpályás. Például... Liverpool Akadémián tanulta. Na, akkor azért sikerült ilyen jól. Természetesen. Na, hát igazából... Az van, hogy a szezon elején nehéz ugye ezekről beszélni, és ezt sokszor el fogjuk még mondani, de tényleg lehet mondani azt, hogy szezon elejé formában van mindenki, de a Barcának azért nem féltem őket véletlenül sem, mert szerintem ez nem egy állandó dolog lesz náluk. De azért minden esetre fura. Meg még van egy az visszavág eredmény. Gólya, úgyhogy... Hát igen, de négy gólról kíváncsiak, hogy hogy lehet... Hát azért Barca fel tud állni, meg most hazai pályán lesznek, úgyhogy... Még ha nem is nyerik meg, de azért egy 4-4-re összesítésre vissza tudnák hozni. Nem, ők az igaz is, de hát akkor hosszabbítás van ott is, nem? Vagy egykor 1-ből 11-esek? Már nem tudom, hogy hogy megy Spanyolországban. Hát fogalmaz, és annyiféle kupa szabály van. Ahány, kupán, ez tényleg az ahányház, annyi szokás. Liga kupának a hülye szabály, ugye, hogyha oda-vissza vágós, és hogy nem számít az idegenbeli gól, de összesítve döntetlen, akkor megy hosszabbításba, de a hosszabbítástól már számít az idegenbeli gól. Soha nem értettem, hogy ez miért van így. Minek? Megkapjuk a Premier League-et. Igen, ezt akartam javasolni, hogy akkor csapjunk bele a Lecsóba, mert itt is lesz miről beszélni. Az első meccs volt az pénteken, a United újra nyerni tudott, ismét 1-0-ra, de most nem öngóllal. Ki látta ezt a meccset esetleg közületek? Szintén háttérzajnak volt berakva ez a meccs is. Gól az... Tehát a gól az pont meg volt. Hát, na. Nem tudom, érdekes lesz ezt a United-et látni. Még mindig azt mondom, hogy ugye több epizódon keresztül beszéltünk, hogy egy csatárt mindenféleképpen kell igazolniuk, mert ott van Rooney, aki nem klasszikus csatár. Mi van, ha ő kiesik? Marad egy Depay, aki tud csatárt játszani, de neki nem az az elsődleges posztja. Meg ugye van egy fiataljuk, Wilson, jól emlékszem. És ezen kívül egy ha Manchester United, tehát egy ilyen kalib. Ja, hát meg Csicsárító, de ő most nagyon nagy kérdés számomra, hogy szerepele Van Gaal terveiben, vagy nem. Minden esetre ez így nagyon érdekes lesz, vagy igazolnak-e még valakit, vagy nem. Meg illetve Van Gaalnak, jelcsíptem a meccs után volt egy nyilatkozata, amiben annyi volt, hogy ez a Januzaj gól ez nem volt elég. Tehát, hogy sokkal, tehát kevés ez az 1-0 egy United körülbelül csapatnak. Mondhatjuk, hogy meggyengített, vagy szétkapott Villa ellen, hiszen ugye két kulcsemberük távozott a nyár folyamán. Érvényes vajon erre meg az előző meccsre az a mondás, hogy az igazi nagy csapatok rosszul is rossz játéka is tudnak nyerni? Hogy ez vajon azért van, mert Főleg a United, nem mindig is igaz volt, hogy ők azért megoldották. Hát én nem láttam a meccset, megnéztem azért az összefoglalóját, mert ugye kocsmában nem adták, hát akkor nem törtem meg magam, hogy hazamegyek. Aztán a kocsmázás meg fontosabb. Megnéztem, úgy jött, hogy néztem, én is egyetértek azzal, hogy még egy csatárra szüksége van a Unitedra, mert bár itt a jóslásoknál pár podcast ezelőtt elmondtuk ugye, hogy Depay lehet a legjobb játékos itt a Premier League-nek, ahhoz képest nem volt valami kiélezett, próbálkozott, de még úgy tűnik, mintha nem érett volna meg erre a szerepre, amit a United-ba kap. Úgyhogy én is egyetértek azzal, hogy egy csatára szükségük van. De majd lehet, hogy most Januzaj meggyőzte Van Gaalt, aztán most már ő is ott lesz a pixisben nála, mert tavaly nem igazán volt. Vagy érdekes nem játékos tudom, az a Januzaj. Nem emlékszem. Érdekes játékos az a Januzaj, mert igazából nagyon nagy tehetségnek tartják, de eddig azért nem mutatott meg annyi dolgot. Kicsit olyan érzésem van vele, mint Bojánnal szemben, hogy nagyon nagy tehetség, de vajon meg fogja kapni valaha azt a lehetőséget, mert szerintem a United-ben nem hiszem, hogy valaha
ilyen állandó kezdő lesz. Szóval ő lehet, hogy egy kisebb csapatnál tudna inkább érvényesülni rendszeresen. Egy kölcsön jó tenne neki, mert mikor Moyes volt ott az edző, akkor ugye ő hozta föl, akkor nagyon jó volt. Ha mert akkor tele volt önbizalommal. Sterlinget, aztán ugye Moyes, mikor elment utána, már nem kapott annyi lehetőséget, a fan, hanem igazán favorizálja őt. Hát annyi, meg most ugye elment Di Maria, nem tudom, hogy hoz a helyére valakit a United, mert de ha hozna, akkor szerintem Januzájnak kéne egy kölcsönszerződés, mert ő még jó lehet a Unitednak. Csak ugye, hogyha jönne Di Maria helyett valaki, ott van Herrera is, meg hát még Rooney is tud támadó középpályás játszani, mert még ott vannak párnál a középpályán, úgyhogy azzal járna a legjobban. Ilyen Evertonban mondjuk. Hát igen, neki... Én valahogy mindig rá gondoltam, Jánosz, hogy mindig az Everton itt eszembe. Én nem értem miért. Én inkább egy ilyen, nem tudom, egy ilyen olasz középcsapatba képzelném el, hogy ott tudna esetleg parádézgatni. Bemük én sem tudom, hogy miért, szóval nem tudom megindokolni. Ezzel annyira így a pont, hogy olasz csapat, hogy tehát oda akkor lenne értem, hogyha utána el akarnák adni. Mert Olaszországban szerintem ez a srác nagyon tudna remekelni tényleg, és felhívná magára még jobban a figyelmet, és egy esetleges transferre könnyebb lenne. Viszont, hogyha a Unitednek tervei vannak vele, és meg akarják tartani, akkor mindenféleképp egy angol középcsapatba kéne rakni, vagy egy ilyen alsó középcsapatba. Hát de figyelj, de önbizalom, igazából neki az lenne a lényeg, hogy tele legyen újra önbizalommal, mert az első Moyes-féle szezonban azért, nem tudom, szerintem bevállalósabb volt, vagy nem is tudom, máshogy nézett ki a játéka. Most meg jó, igazából lehetőséget se kapott annyit, de amikor megkapta tavaly, akkor nem láttam rajta azt a tüzet, vagy nem tudom, mintha úgy kicsit fiatalon kiégett volna, úgyhogy neki jót tenne az, hogy kicsit megint elhiggye, hogy ő egy jó focista. Na persze, mert látta, hogy kik vannak előtte, aztán... Hát igen, Di Maria jobban cseng, mint a Januzaj. Na hát, esetleg akarom még mondani erről a meccsről valamit, mert az igazság, hogy egy 1-0-ás meccsről nehéz mit mondani. Igazából ez a 100%-os a United. Egy Aston Villát legyőzni idegenben azért, hát... Nem kis feladat, de azért nem akkor a nagy kunst, úgyhogy ennél azért többet hát, várunk. Hát a Villa is épül, úgyhogy engem. Igen. Úgyhogy azért Unitednak össze kell kapnia magát, mert ez a játéka nem biztos, hogy sokáig tud 100%-ig hát, maradni. Hát tavaly is ilyen volt, mondjuk akkor a kezdés az rosszabb volt. Hát igen. De aztán utána jöttek ezek a... De mondjuk, hogyha úgy, ha nálunk most, ha ez a tavalyi rossz forma, most így jön ki, akkor ezzel most nagyon jól járnak, mert akkor így eléggé bajnok esélyesek lehetnek. Hát biztosan ott lesznek. Southampton Everton, ugye ez a meccs már kicsit izgalmasabb volt olyan tére, hogy azért 3 gól is volt, és ebből 2-t Lukaku szerezett az első fél időben. És ezen a meccsen Barkley szerintem nagyon jól játszott, meg hát ugye Lukakura se lehet panaszolni, 2 gól után kimondaná azt, hogy nem egy jó csatár, sok helyen olvastam is, hogy vissza a Chelsea-be, de azért ne túlozzunk, srácok. Ti hogy láttátok ezt a meccset? Igen. Hát én nem tudom, én megrögtem a Southampton győzelmet, hát nem tartott sokáig. Aztán valahogy olyan, nagyon felszívta magát az Everton a Watford elleni meccs után, mert most tényleg akartak, meg tényleg ott voltak, meg most hogy nagyjából stimmelt, jó voltak időszakok, amikor a Southampton kicsit irányított, de Konét most úgy Martinez visszahoztam, mert nem tudom, tavaly egy sérülés miatt, vagy csak egyáltalán nem bízott benne, azért nem játszotta, vagy csak én nem vettem észre. Hát nem ő játszott tavaly, de az én sem nem tudom, hogy miért. Nem sokszor szerepel, de most ugye a két meccsen, ja, a Watford ellen rúgott gólt, meg most adott egy gólpassz Lukakunak, meg szerintem Barkley mellett, meg Lukaku mellett volt a meccs egyik legjobbja már. Tényleg a végsőkig hajtott. Hát ugye Lukaku azért lassan vissza-vissza fizeti a
érdekli cseng, de 28 milliót az Evertonnak, mert azért Hát igen, azért van nem törleszteni volt valója. könnyű ez a két gól, mert ez a fejes is azért nem csak csatár oldalán meg így. Hát igen, Nem, van, hát benne van a potenciál meg Bázel bőven. is ugye, hogy ő is visszaadott szerepkörbe volt még tavaly, azt hiszem. Aztán ugye akkor jelentette ki, hogy csatár akar lenni. Aztán gondolom, Martin azt gondolta, hogy akkor arany középutba belerak a támadó Hát középpályásnak. igen, de egyébként És nem tudom, hogy az milyen is az, felállásból az volt is az a eredeti posztja, hogy ilyen irányító Everton, de szerűség. szerintem támadó középpályás játszott Barkley, és azért meglátszott, hogy mire képes. Bence, nem akarsz hozzáfűzni valamit? Bente, Kisebbik nem kis igazából. Liverpool csapathoz. Hát mindent elmondtatok. Igazából a meccsről, amit lehetett. És talán még így ez a Barkley történet, hogy érdekes lesz látni, hogy vele lesz, mert ugye eddig oké, ott volt, oké, ügyes volt, de nem volt olyan igazán átütő sikere az Evertonnal. Most nem azt mondom, hogy trófea meg ilyenek, mert azért lássuk be, hogy az egy Capital One-on kívül egy Evertonnak nem túl sok esélye van most minden lenézés és ilyet félretéve, nem tényleg csak ugye a többi csapat erősségét is figyelembe véve. De hogyha most Barkley az egész szezont ugye az általa kedvelt támadó középposzton játsza le, és tényleg lehozza élete szezonját, akkor mi lesz vele, és hogy hova juthat el. Vagy az angol játékosok ritkán jutnak el külföldre, most úgy külföld, hogy tehát másik top ligákba. Viszont nem tudom miért, így engem megszállt egy ilyen gondolat, hogy Barkley-ban benne van az, hogy ő lehet az az új angol játékos, aki ki tudna törni egy másik top liga él csapatába. Tehát, hogy például, oké, hogy fizikális meg ilyenek, de szerintem pont egy ilyen harcosság miatt akár Bundesliga vagy akár La Liga top csapatba is elférne. Hát valószínűleg inkább Spanyolországba menne, ha menne, de én inkább egy Chelsea, United, City közül valamelyikben látom a jövőjét. Főleg, hogy ez a szezon végig tudná játszani ilyen bomba formában, szerintem nagyon jól játszott. És ami egyébként Southamptonról is szóljunk egy pár szót, én azt nem értem egyébként, hogy a Ward-Prowse gyerek miért kap ilyen kevés lehetőséget, szerintem ő is hatalmas tehetség, én legalábbis nagyon szeretem a játékát. És Tadic is nagyon jó, de én nem tudom, szerintem ebben a Warfrost-ban van valami, amit mondjuk egy jó edző ki tudna használni, meg ki tudna szedni belőle. De lehet, hogy ez hát csak én szerintem vagyok így. Davis helyen simán kezdhetett volna. Nagyon meglepett, hogy ő kezdett, ugye? Na hát igen. Nem tudom, nem látunk meg, azért minden csapatnál van ez, hogy miért így, miért úgy van ez, de miért ez játszik, miért az, aki tudja, hogy edzéseken mi van. Na hát lehet, igen, meg hogy mindig az a jobbat, Koeman hogy nem nincs a pályán. Életnek annyira. Ja, most Davis se tudom, hogy hány éves, de hát tudom, most hogy hirtelen is. Ward-Prowse még elég fiatal. Hát ugye ugyanazon a szerepkörben vannak, mert az ő helyére jut fel. És nem igen cserít meg a felállást. És amúgy Manéról őt gondoltuk, mert én nem tudom, az a játék az nekem annyira nem... Jó, most volt a tavalyi szezonban a leggyorsabb Mester 3-as, de valahogy annyira kiegyensúlyozatlan egy játékos. Igen, nem ezt tudom, a szót egyszerűen... kerestem, ezt akartam is mondani, hogy olyan nagyon hullámvölgyszerű a formája. Mert egyszer rúg 3 gólt, vagy tényleg meccsember után meg... Nem tud labdát vezetni, mert ezen a meccsen is olyan érdekes hibákat csinált, hogy nem tudom, sok premier játékos nem szokott, ő meg majdnem sok-sok meccsenként előfordul nála. Igen. Olyan furcsa nekem mindig. Hát igen, igazából jól összefoglaltad, mert tényleg ez van, hogy nem igazából lehet belőni őt. Talán pont ezért nem is... akarták nagyon leigazolni a nagyobb csapatok, meg nagyon elvinni onnan. Még azért, még egy jó, jobb szezon fut, akkor azért lehet, hogy följebb lép. Hát könnyen lehet. Azért kiegészítő ember egy nagyobb csapatnál azért elférne. Ja, meg a szavazatonál az, hogy mindig a hátvéd, a Suárezre. Főkaptam a fejemet, hogy Suáreznek mit keresik. Beállt jobb hátvédnek Maszekba. Na hát jó van. Neki még ott is van. Sunderland Norwich. Ez is egy...
hát nem mondom, hogy gólzáporos meccs volt, de azért 4 gól csak esett a Norwich javára. A Norwich győzi tudott, és első idegenben a Sunderland ellen, és ugye beszéltük az elmúlt adásban, hogy meddig lehet azt csinálni Sunderlandnek, hogy virág rosszul kezdi a szezont, és a végén pedig az utolsó 10 meccsen meg így beindul, mint a rakéta, és aztán végül bennmaradnak, hogy ez egy taktika náluk, hogy most megint ezt akarják csinálni? Mert hát kétlenkeljük, nem? Jó, nyilván nem volt teljesen komoly a kérdés, de azért elég érdekes, hogy most megint nagyon rosszul kezdik a szezont, és most egy újonctól kaptak ki hazai pályán. Lásson, nem egy gólos különbség, hanem 2 gólos különbséggel. Meg azért nézted a gólokat, azért elég szép gólokat kaptak be. Jó, még az első az nem, mert az elég nagy kutya volt. De például a harmadik gólon is látszik, hogy azért nem annyira, nem tudom, szerintem fejben nincsenek ott Sunderland játékosok, vagy nem tudom, nem olyan magabiztosak talán, mert azt hiszem Redmond rúgta a harmadik gólt. Igen. Ott is egy sima kényszerítő után begurított magabiztosan a bal alsó sarokba, hogy nem tudom, mintha kicsit meg lenne törve a Sunderland, mintha tudnák, hogy idén is azért harcolnak, hogy bennmaradjanak. És igen, ezzel még talán mélyebbre is kerülhetnek, hogy pont egy újonctól kikapnak, hogy még egy X-es sikert összehozzunk az a pályán. Ráadásul ez a 1-3 se teljesen úgymond reális, mert mondjuk az utolsó, az a végén sikerült szépítenük egyet, azt nem mondanám, hogy annyira megéremelték a játéképe alapján. Szóval ez sima 0-3 is lehetett volna akár. Jó, benne volt akár a játékokban az egy gól, de nem... Pedig azért jó játékosok vannak a Sunderlandbe, szóval... Coates. Hát meg ott a Fanán volt, aki egy elég jó bal hátvéd, akkor Cattermole, hát, meg Fletcher azért ők... Kabul sem egy rossz játékos, tehát... Defoe, meg Anvil... Hát igen, meg Pantilimon egy elég jó kapus egyébként, szóval igazából... Hát csak ez, hogy ennyire erős ugye a Premier League, mert már többször is beszéltünk, hogy igazából... Nem elég a sok jó hangzó név, még több sok jó hangzó, meg jobban hangzó név kell, úgymond. Mondjuk megnézed a Norwich-ét, nem igazán. Hát igazából nem igazán onnan kiismerős. Brady nekem esetleg, meg Jerome. Vagy Jerome. Jerome, nekem Redmond, meg Whittaker. Ja, Redmond, még valahonnan. Hát de ő az a Whittaker, aki már régóta Premier League játékos? Ja, nem. Nem hiszem, mert egy Scoot, és Scoot, igen. És Scoot gyerek, nem hiszem, nem. Szóval valószínűleg csak névrokonok. Meg azért Radit ne felejtsük el ott a Kanári kapujában. Ja, igen, ó, igen. Ó, hogyan igen. Ne felejtenénk el. Meg esetleg még Bassong, azért ő is egy esetleg valaki számára ismerős lehet ő. Ugye már azért járt a másodosztályban is, de azért már nem az első szezonja a Premier League-ben. Na mindegy. Már érdekes, hogyan szívja fel magát a Norwich, hogy hol tud megkapaszkodni majd a karácsony körül. Hát igen, úgy fél szezonnál derül ki. Bár a pagasztó, hogy... ugye kikaptak 1-3, azt nem láttam, mert nem is emlékszem az összefoglalójára, hogy mennyire volt alárendelt szerepben a Norwich. De ez majd később kiderül, most a Stoke ellen majd. Nos, srácok. Swansea Newcastle. Ez egy... Hát igazából erre se tudunk sok mindent elmondani, a Newcastle elég hát gyorsan gólt kapott, aztán a félidő elején Jammat ki is cédulázta magát a játékból, és innen már azért már nem volt kérdés, hogy a Swansea behúzza ezt a meccset, sikerült is ugye szerezzük még egy gólt, és hát meglepetés nélkül lehúzták, viszont azért elég izgalmas meccs volt, ettől függetlenül. Ott jó, a hangulat is jó volt, meg ez egy ilyen tipikus Premier League meccs volt. Ez is elég gyakran előforduló a szótáramban, de na mindegy, szóval, hogy igen, próbáltak. Hát azért szóval van azért eléggé dominálta a meccset, azért igen, a statisztikákat megnézve, és meg ugye Gomis ebben a szezonban elég jó elkapta a fonalat már ezen a két meccsen. Igen. 3 gólos. Meg úgy jó kis csapat ez. Swansea kinevel megint egy jó csatát.
emlékeztek rá, hogy Mityu is olcsón jött a... Igen. Fú, nem is tudom honnan, aztán mennyi gólt rúgott, Van elment, Spanyolországból, aha. jött a Boni, ő is termelt, ő is ment, meg itt a Gomis. Hát igen, és ráadásul Gomis nem is annyira sérülékeny, mint az előző kettő egyenlőre. Vagy tévedek? Nem sérülékeny, csak keveset szerepelt, ugye pont az elődei miatt. Hát a Swansea tényleg szépen játszott, és akart is. És ettől függetlenül azért egy egész izgalmas meccs volt. Igazából erről sok minden nem lehet elmondani. Ki az, akit kiemelnétek esetleg Gomison kívül még? És köszönöm. Patrik visszaesett. Hát érdekes, a Swansea-ból most ez így nagyon furán fog hangzani, de és nem is egy játékos emelek ki a Swansea-ból, hanem Gary Monk, aki szerintem ki kell emelni. És ugye szerintem, akik hallgatnak, a magyar focival válogatott szinten képben vannak, és Gary Monk számomra egy az egyben Dárdai, vagy Dárdai egy az egyben Gary Monk. Mert Dárdai is elmondta, hogy ugyanúgy gondolkodik, hogy ő még mindig játékosként tekint magára 80%-ban, vagy nem tudom mennyit mondott. És ez a tudat, hogy tudja, hogy gondolkodnak a játékosok, mert ő nem úgymond fölöttük áll, mint edző, hanem ő egy közülük. És Gary Monkban ugyanezt érzem, hogy ő nem a csapat vezetője, hanem a csapatnak ugyanúgy egy tagja. Az oké, hogy központi tagja, mint vezetőedző, de mégis szerintem ez, ami összetudta rázni ennyire a Swansea-t, amióta ő a főnök, mutatjuk így. Ez én szerintem ő az, akit ki lehetne emelni. Hát ebben ugye valamelyik Premier League magazinból valahol mondták, ugye, hogy a utazásokkor a szállodába úgy helyezte el a játékosokat, hogy amelyik poszton két rivális van, az van egy szobában, és hogy ezzel is javítsa a hangulatot, hogy ne legyenek ne ellentétei, egymással hanem, úgy, mint hogyha egy versenytárs legyen, mégis az, csak azért legyenek jóba. Tehát, hogy a csapat szellemet erősítse. Ez nagyon jó dolog szerintem. Nem tudom, máshol így van-e, de hogy ha ezt így kiemelik, akkor lehet, hogy nem biztos. Na. Következő mérkőzésünk a Tottenham Stoke volt, ami 2-2 végeredménnyel zárult le. Hát, erről a meccsről viszont egy összefoglalót sem láttam még, mert ezt hát valami pont, volna, ez pont kihagytam. Jó meccs volt? Ez jó volt. Hát, például vetted ez a Tottenham, addig nem élveztem, de már 2-2 volt, akkor már jó volt. És hát 5 perc alatt jött vissza teljesen a meccs, tehát 5 perc alatt felhozta X-re a Stoke ezt a meccset, ami után nagyon elgondolkodtam, hogy ellenünk a nyitóforduló, és most ez a meccs, hogy két, mondhatjuk nyugodtan szerintem, hogy top csapat ellen, amilyen játékot mutattak, én komolyan kezdem azt hinni, hogy ha ezt az egész szezonban tudják így produkálni, akkor nem csak az, hogy óriást fognak ölni előbb-utóbb, de akár Stoke-ot lassan Európa Liga helyre versenybe lehet számolni. Ugye nagyon okosan erősítettek, nagyon jó neveket is hoztak ezzel, tehát hogy így az erősítésben, és tényleg ahogyan játszanak, szerintem ugye Európa Liga helyre oda tudnának érni, ha igen, sikerült levetkőzniük ezt a úgymond ezt a favágó stílust és megítélés magukról. Igaz, hogy a tavalyi szezon erre ráment, úgymond egy kicsit, de idén már... Tavaly még nem értettem, meg értettük, hogy miért igazolt Bojan a Stoke-ba. De ezek szerint, hogy azért ott tényleg egy csapat átépítés folyik, aminek úgy látszik, hogy lassan megvan az eredmény, és én kezd átváltani nálam egy szimpatikus csapattá a Stoke. Eddig nem kedveltem őket, de tényleg most le a kalappal eddig. Nekem ez a Stoke-nak a mostani keret olyannak tűnik, mint amikor a FIFA-ba elkezdesz menedzseri karriert, és akkor át akarod építeni. Ja. Bojan meg tényleg ez a Afella ilyeneket elhozod. Igen, egyébként igen, tényleg. Hát ugye
A Tottenhamnél mit, amit esetleg szóba hoznék megint, hogy Harry Kane. Ti hogy látjátok? Mert ugye nem láttam a meccset. Milyen volt? Volt egy ordító nagy helyzete, amikor nem tudom, ilyen 4-5 méterről lőhetett, úgyhogy csak a kapus volt előtte, és hogy az tényleg egy óriási védés lett a vége. És meg talán az volt, mert hogy én is csak összefoglalót láttam a meccsről, de hogy alapvetően nekem úgy tűnt, mintha sokszor kéne hátra lépnie azért, hogy labdát kapjon, vagy megjátsszák, és hogy csomószor volt, vagy hát az összefoglalóban is többször, hogy ő volt az, aki mélységből ugratott ki valakit. De ugye Kane elvileg csatár, és a felépítését nézve, akár ilyen targetmanként lehetne rászállni, tehát hogy rá lehet lőni a labdát, és ő tud vele kezdeni valamit. És nem tudom, hogy most így a szerepkörével van a gond, vagy csak egyszerűen a csapat, ahogyan most kinéz azzal, de hogy nem láttam, hogy annyira elő lett volna. Ja, a Stoke-nak a stílusától is függ meg, ugye már az ellenfelektől. De na, azért szerintem... Kane-nek azért csak... voltak indításai, meg labdája, amik azért... Ugye a... gól előtt... Kicsit ja, igen, szakadozik a hangod. Tudom, mert a net is elég olyan. Ja, jó, akkor értem mindent. A Charlie-nak a gólja előtt, vagy nem tudom, hogy akkor is milyen labdákat osztott ki, milyen kiugratásokat Kane. Ugye azért látik, hogy ez nem biztos, hogy egy szezonos játékos lesz belőle. Lehet, hogy jobban érezni magát egy másik csatár mellett. Egy két csatáros rendszerben. Hát ugye... Lyonból vett most csatálta, tehát te nem, talán. Aki ott volt a nézőtéren, akiről beszéltek annyit, de nem jelzte meg a nevét. Igazából én se, de azt tudom, hogy egy fekete srácra van szó, és 22 éves, és elvileg nagyon bomba nagy tehetség. Hát majd kiderül, hogy mennyire, hogy az idő eldönti. Hát akkor még valami beszélni erről a meccsről, mert lehet, hogy izgalmas volt, de én nem láttam még egy összefoglalót se, úgyhogy... Szerintem nem. Szerintem sem. A következő erősen. A következő erősen nagyon lehet mit mondani, egy 0-0-ás meccs. Watford West Brom, azért formalitás kedvére említsük meg, hogy ezen a meccsen nem igazából történt semmi. Bemutatkozott hát a... Rondon. Igen. Hát... igazából... Hát tényleg, mit lehet erre elmondani? A Watfordnak szerintem pont jó most ez az egy pont, igaz, hogy akár nyerhetek is van, de igazából nagyjából egy súlycsoportot képvisel szerintem a két csapat, úgyhogy talán a West Brom még erősebb is náluk egy kicsivel, úgyhogy szerintem nekik az egy pont az teljesen jó, de szerintem a West Brom se van úgy, hogy emiatt nagyon csalódottak lennének. A gólarányuk nem bromlott, nem javult, úgyhogy... Ennek szerintem a Watford teljesen elégedett ezzel, hogy elverte meg a West Bromában, két ponttal eljött. Hát a Watford otthon volt most, a West Brom volt idegenben, úgyhogy... De még ez a Rondon, ez olyan furcsa nekem, hogy ugye szó volt arról, amikor a Liverpool vagy Bentekét akarta, hogy a B opció az Rondon lett volna. Azért mutatja a Premier League-nek a erejét, vagy nem is tudom, hogy a népszerűség ez olyan kicsi csapatok is milyen játékosokat tudnak igazolni azért. Jó, nem azt tiszteletlenül beszélve a West Bromról, de azért nem olyan nagy csapat. És hogy az Zeniknek a, hát szerintem kezdő csodára volt London, hogy ő oda menjen a West Bromba. Hát igen. Azért látszik közé, hogy mennyire erősödik. Jó, mondjuk ez nem mentek sokra, úgy látom. Egyelőre. Hát, egyelőre nem. Nem váltotta meg a világot. De majd kiderül. Hát ezek a közvetítési pénzek most igen jól jöttek a Premier League kluboknak. Na jó, szerintem ne vesztegessük az időt már, bocsánat, egy ilyen meccsre. West Ham Leicester, amiről a meccsről érdekesség, hogy a West Ham egy igen furcsa kinézetű pályán játszotta ezt a meccset most. Mert nem figyeltem.
Vagy hát lehet, hogy csak tervezték, mert ennek sem láttam az összefoglalót, de láttam egy csomó képet, lehet, hogy ezt csak csinálják ezt a pályát, de azt hiszem, hogy ezzel meccsen fogják elsütni ezt. Úgyhogy most lehet, hogy jól beégettem magam, de szóval, hogy egy ilyen a színeikre egy ilyen bordó és bordó alapú lesz a fű is, és világos kék a vonalak. Egy ilyen pályát terveznek valamikor elsütni. Azt hiszem, hogy ezen a meccsen fogják elsütni, de ezek szerint nem. Hát nem tudom, én csak összefoglalatni, hiszen nem tűnt föl. Akkor hát az biztos feltűnt volna, hogy a Nem néz. bordó fűn szaladgálnak. De Az aztán... mert hogy az utolsó szezonban játszanak ebbe a stadionba, és utána átköltöznek az olimpiai stadionba. Ja, azt tudom. Meg sok hallottam, jó, sok Na akkor lehet, hogy szurkolnak a nem tudom, véleményét, annyi, hogy akkor lehet, most ez akarják nagyon későnünk kell. elkerülni azt, hogy nehogy kiessenek véletlenül, mert nagyon, akkor nem kapják meg a Ja, elég. stadiont elvileg. Igen. Hát mondjuk jó, érthető egyébként, mert mondjuk akkor nem lesz annyi nézőszám lehet. Bár mondjuk nem tudom, ez kint mennyire befolyásoló Hát szerintem azért tényező. másodosztályban is van azért bőven nézőszám. Hát De még igen, az ez... olimpiai stadiont azért megtölteni. Na igen. Inkább beszéljünk a Leicesterről, hogy milyen jó formában Igen, volt. a Leicester az teljesen jól kezdik a szezont. Na, beszéljetek valamit. Nem is tudom, azt hiszem, hogy a elmúlt 11 meccséből talán 8-at nyert meg a Leicester. Most nem tudom pontosan az adatot, Hát igen, a tavalyi de szezont hogy azt igen azért... jól fejezték be, úgymond. Ja, igen, azzal együtt, ugye persze beleszámítva, ugye a nagy menekülésükkel, hogy ezt most is folytatják. Na, azon csodálkoztam, ugye Nigel Pearson-t elküldték, és hogy ugye helyére jött Ranieri. Azt hittem, hogy azért megtöri ezt a csapatot, de úgy látszik, hogy nem így van. Azért tapasztalt edző, szerintem Mert... valamilyen szinten indokolt, úgymond ez a váltás. Meg azért nem rossz keret van a Leicesternek, mert ezt tavaly is elmondták, hogy nem tudják, hogy miért szerepeltek annyira gyalázatosan a szezon elején, mikor az akkori feljutók közül egyik legjobb keretük volt. Már most is Okazakit megvették, és nem top csatár, de azért eléggé elismert. Hát igen, azért, hogy ismerős név sok embernek. Meg hát azért mondjuk ott van Ja, Hutt, a nagy kőfaragó állat, aki azért egy elég megbízható védő. Meg azért Schmeichel Morgan se kapuban. kicsi ott mellette. Ja igen, szóval elég jó keretük van azért. Meg ugye másik oldal is, ezt nem is nagyon erősített, meg ahogy láttam, hogy az a 16 éves Oxford, hogy megint kezdett, úgy látszik, hogy átveszi Alexownak a helyét, ugye ő visszament a Barcelonába. És az Arsenal is azért megmutatta, hogy mit tud. De szerintem az egész meccsen a legérdekesebb az volt, ahogy Adrián kiállította magát az utolsó percbe. Ez valami Láttad? hihetetlen volt. Hogy enyhén kiszedte a vakbelét a stopliával Leicester De játékosnak. tehát érthetetlen volt, mert hogy oké, hogy a labdát akarja megszerezni, legalábbis gondolom az volt a célja, és nem is az, hogy instant felvágjon sebésznek, de tehát, hogy egy kapus fölmegy a támadáshoz, a szöglethez fejelni, és utána nem az a célja, hogy egyből visszafusson, hanem hogy inkább megpróbál még labdát szerezni, ráadásul olyan mozdulattal, amit nem tudom, mert Jean-Claude Van Damme megirigyelne szerintem egy ilyen rúgást. És tényleg hihetetlen, meg érthetetlen volt, hogy egy kapus, akinek ugye kell az ütemérzék, hát talán ő az a játékos egy csapatban, akinek a legjobb ütemérzékel, hogy ilyet meg tud csinálni. Vagyis hát nem is az, hogy meg tud, hanem egy ilyet elront. Hát igen. Most 3 meccsi pihenhet, mert azért... Nem tudom, Kurtól egy meccset kapott csak? Igen. Igen, végül lecsökkentették a Hát büntetését. erre nem lehet fellebbezni. Ez Hát szinte erre biztos. nem. Hát Nem egy kategória, kettő, azt mondjátok. Nem, az ez biztos, hogy elég nem. agresszív volt. Azért ez nem olyan mindennapi eset, hogy mezőnyben kapus így lekaratézze a másik játékot.
Még régen láttam egy svéd meccsen egy ilyen, hát mert megraktam Tickmixen és néztem egy streamen. Már nem tudom, mi volt, valami svéd első osztályi csapat két meccse volt, és ott csinált egyik csávó olyat, hogy csak a meccs után derült ki, hogy két nappal olvastam a cikkben, hogy ugye a kamerákat az elkerülte. A csávó fogta, és szabályosan, amikor már nem is volt nála a labda, meg semmi, ott állt a védő mellett, olyan is tökön vágta így hátulról. És így, ugye ez akkor nem tűnt fel, csak utána az, hogy fetreng a csávó a földön, meg hogy szimulál, meg mit tudom én, valami baj van, a csávó persze tagadott, meg mit tudom én, és akkor ugye hogy két nap olvastam a cikket, hogy még a videóban is csomószor visszalasították, hogy na jó, ez mondjuk nyilván nem ugyanez a szint, de azért, hogy milyen játékosnak néha elgurul a gyógyszer. Hát azért szerintem Adrián Knight az nem gurult, de szerintem még csak túl volt. Pörögben. És gondolva azon, hogy megszerezze a labdát. Nem, lehet, hogy nem volt szándék, nem mondjuk... Nem volt célja az, hogy a szándékosságból, akkor már nem védene ott a West Hamnél. Na, hogy nyilván nem is erre akartam célzni, csak ugye nem láttam a meccset, úgyhogy nem tudom, csak eszembe jött ez a kis történetecske. Ugorjunk a mai napra? Ugorhatunk. Crystal Palace Arsenal, ugye az Arsenalnak sikerült végre nyernie, és most jól bezártam, most itt van újra, szóval Giroud nagyon szép gólt szerzett. Már rögtön a meccs elején, de aztán sikerült gyorsan egyenlíteni a Palace-nak. És aztán ugye csak egy öngóllal sikerült megnyerni a meccset, úgyhogy kicsit leunitedozták ezt a meccset, de legalább megvan az első három pontjuk a szezonban. Giroud góljánál kicsit elájultam, azért az tényleg szép volt. Tehát néha megvillogtatja magát. Azért az előző adásban mondtuk, hogy azért hát ő nem az igazán klasszis csatár meg ilyenek, és lehet, hogy pont erre várt, hogy meghallgatta a Büntető Podcastet, és azt mondta, hogy igen, akkor baszok olyat, virágzok egy olyat, hogy csak na. Hát azért kell egy magabiztosság ez, hogy ilyet elvállaljon egy csatár. Hát igen. Ez az, amit ugye beszéltünk Ibrahimovicnál is, hogy egy bizonyos arc kell úgymond ezeknek a futballistáknak, akiknek főleg a gólszerzés a kenyerük, hogy beverjenek ilyeneket vállalni. Mert mondjuk ezt a labdát megoldhatta volna másképpen is, meg el is ronthatta volna százféleképpen, és mégis ez bevágta rendesen. Azért ez kellett az Arsenalnak. Hát igen. Megtörte jeget a West Ham elleni meccs után. Viszont... Én az első félidőt nem láttam, de utána a második félidőtől már azért a Palace azért jó játszott. Meg elvileg az első félidő végén is már uralták a játékot, de ugye azért annyira nem sikerült feltörni a Arsenalnak a védelmét. Valahogy mondani akartam, csak elfejtettem. Bence? Hát... Jó, öngól, tehát, hogy tényleg mondhatni, hogy szerencsésen nyert, vitt el mind a három pontot az Arsenal, de még mindig azt mondom, hogy ezzel a győzelem, tehát ezzel az egy győzelemmel még nagyon nem tették helyre a múlt hetet, mert hogy ott azért egy elég erős, óriás ölés volt, mondhatjuk így is, és szerintem jó úton haladhat az Arsenal, ugye a fociban mindenhez kell szerencse, ez tényleg a foci 50%-a, hogy merre pattan egy labda, hogy éppen hogy pörget bele, meg ilyenek. Tehát, hogy én még mindig azt mondom, hogy kell a szerencse, de szerintem jó úton indulhat el az Arsenal ahhoz, hogy tényleg most már lemossa magáról ezt az örök negyedik jelzőt, ami nem tudom, hogy most hogy lesz, mert tényleg nagyon érdekes szezonnak nézünk elébe, még így két forduló után is. Ezt mondom, hogy talán az utóbbi évek egyik legjobbja lehet, hogy így folytatódik. Hát ámen, erre mondok egy áment. Viszont engem egyébként nem győzött meg az Arsenal, azt kell mondanom, mert oké, hogy tetszetősen játszanak, meg jók a csánk, de hogy ugye most az van velük, mint tudom, hogy Chelsea is példákat hozok fel állandóan, de mint anno a Scolari féle Chelsea, hogy rengeteg helyzet, vagy inkább, hát inkább az Ancelotti féle Chelsea-t jobb mondani, hogy rengeteg helyzet, de azért úgy nem nagyon gazdálkodnak vele jól. Mert nem
nem sikerült úgy jól a befejezések. Jó, mondjuk most pont ugye Zsirú bevágta rendesen, de azért úgy általában. Először, amikor elég rossz minőségű összefoglalót néztem, egy 8 perceset, meg utána csak a gólokat megnéztem jobb minőségbe, és először, amikor láttam, én azt hittem, hogy ezt a Sáncheznek adják azt a gólt, az öngolt. És akkor azt mondtam, hogy mondom, Sánchez, Giroud, beindul, akkor ott tényleg. Jó, végülis ugye Sáncheznek köszönhetően azért az Sáncheznek a szóval nem hiány, azért meglátszott a West Ham ellen, most meg azért megmutatkozott, hogy hát igen. Azért a klassz is kell azért az Arsenalnak, az a plusz. Már most sem volt szerintem teljesen egészséges, mert nem hiszem olyan sokat edzett a Copa America döntő után kapott egy 3-4 hetet pihenésképpen, úgyhogy nem hiszem olyan 80%-os fitnessbe ott lett volna. Szerintem sokkal kevesebb, de azért megmutatja, hogy azért mérő az Alexis Sánchez. El tud dönteni, még ha öngól volt, akkor is voltak olyan mozdulatai, ami... Ki, úgymond. Ja, hát persze, gondolom azért van. Alig várta, hogy újra játszhasson, mert azért kicsit őt cipelte tavaly is a Arsenalt a hátán. Hát igen. Majd kiderül következő forduló, hogy mennyire brillírozik a Liverpool ellen. Hát igen. Amit még akartam kérdezni, hogy szerintetek mennyire csehi az a gól, a bekapott gól? Mert hogy megint láttam mémeket, hogy hogy agent se újra lecsapott, meg mit tudom én. Hát ez szerintem már csak azért, hogy vellőtek arra a lóra, ami ment, és hogy húzza őket tovább. Elég jól el volt találva szerintem Warnak a lövése. Most nem mondom azt, hogy védhetetlen volt, de nem pont cseh nyakába varnám azt a gólt. Ez szerintem ott a védelem, vagy védekező középpálya, tehát hogy nagyon úgy tűnt, mintha nem fognák, nem hajtottak volna annyira ki a labdára egyből. Szerintem inkább, úgy mondom akkor, hogy inkább Ward érdeme a gól, mint cseh hibája. Hát szerintem is az, hogy ugye a... Nem is tudom melyik, szerintem mert ezekkel nem startolt rá, hanem csak messziről nézte. Aztán ugye kicsit takarásban is volt, úgyhogy szerintem azért ugrott el későn, de ez biztosan nem az ő számlájára van írva, de gól. Ki lehetett volna védeni, mindenki lehetett volna védeni, de ez nem olyan baki volt, mint a... Vagy egyáltalán nem volt baki, mint az előző héten. Meg mert amikor mondott... a Zárate rúgta azt a gólt, akkor ott ebben nem volt. Jó, ott is takarásban volt, de nem igazán törte meg magát, hogy kivédje azt. Mm. Amit mondott Bence egyébként, ugye a szerencse közeljátszik a futballon, szerintem azért egy elég szerencsésen eltállt labda is volt, úgyhogy az is közeljátszott benne szerintem. Meg a jobban a hátvédek ritkán rúgnak gólokat. Jó, most erre pont te rá tudnál cáfolni a Chelsea-vel. Hát, igen. De, tehát alapvetően mi meg én is a Rizével, akár ha a múltba tekintünk. De alapból a szélső hátvédeknek nem a gól lövés a fő profilja. Tehát, hogy tényleg az, hogy egy ilyen labdát eltaláljon valaki úgy, ahogy, ahhoz vagy rettentő jól lövő technika kell, vagy nagyon sok szerencse, vagy a nevének John Arne Rizének kell lenni. Ez a három lehetőség van. Na. Hát szerintem ugorjunk akkor a mai nap legszörnyűbb élményére, legalábbis számomra. Manchester City Chelsea, hát ugye nem kell, nem elmondanom senkinek, hogy ugye Manchester City 3-0-ra megnyerte hazai pályán. Erről kicsit annyit mondanék, hogy igazából már nagyon rossz előérzettel mentem át haveromhoz megnézni a meccset, mert neki jó nagy tévéje van, és megnézzük meg mégiscsak egy rangadó, nézzük együtt. És hát igazából itt is maradhattam volna, és sírgáltam volna egyedül, de aztán végül ketten tettük. Hát az igazság, hogy a Chelsea nagyon gyenge eddig. Az előző meccsen jobban játszott, azt kell mondanom. És oké, okay, meg egy kis csapat ellen, de valami nagyon hiányzik, ami a tavaly szezon kezdetkor még megvolt. Pedig a keret ugye nem sokat változott, és tavaly valahogy olyan magabiztosan jöttek az eredmények. Jó, nyilván mondjuk nem volt egyből a második fordulóban egy ilyen rangadó.
Nem akarom kisebbíteni a Citynek az érdemét, és a Chelsea nyakába varni mindent. A City barom jó idén, tényleg le a kalappal. Agüero hihetetlen csatár, de tényleg, szóval tavaly is bomba volt, és szerintem idén is az egyik gólkirály esélyes. Akkor ugye Yaya Touré hihetetlen, még mindig. A végén meg az a két bekapott gól, egy rosszul kivérkezett szöglet, és az a Fernandinho-nak a gólja meg már olyan volt, hogy már igazából kegyelen döf, és ott már a Chelsea kicsit össze is pergett, úgyhogy a Chelsea-ből senkit nem tudok kiemelni igazából, talán egyedül Begovicot, meg a később beállt Zumát, aki nem féltette magát, meg a testi épségét, szóval ő tényleg ment előre. Igazából nagyon ideges voltam a meccs után, azért mostanra már eléggé lenyugodtam, inkább egy kis szomorka van bennem, mert hát mégis nem jó érzés ez. Azért több mint két év át veretlen volt a Chelsea Cityvel szemben, és most végül is csak sikerült kikapni, végül csak idegenben történt, meg hát csak a második fordulóban, úgyhogy nincs azért ok panaszkodni. És nem pártolok át a Cityhez, de mindegy. Szóval azért én úgy érzem, hogy a Chelsea-re eddig nem éreztem nagyon a szükségét, de most már úgy érzem, hogy kéne igazolni mindenféleképpen még legalább egy támadó középpályást, vagy egy szélsőt, és a védelembe is kell mindenképpen Stones még. Ugye ma lett hivatalos a meccs után nem sokkal, hogy Baba Rahman hivatalosan a Chelsea, ő ugye jobb és bal szélen tud játszani a védelemben, úgyhogy talán van kihívója Ivanovicsnak és Aspinak, úgyhogy talán felkötetik ők a nadrágukat, de szerintem inkább a védelem közepére férne egy fiatal Stones, konkrétan őt szeretném ott látni, és egy jó támadó középpályást se utasítanék vissza. Például itt? Hát, az baj, olyan vágyaim vannak, amik nem valószínű, hogy megvalósulnak. Iszkót nagyon szívesen látnám a Chelsea-be, de hát ő hát eléggé mozdítatlanak tűnik a Reálban. Hát azért annyira. Mert szeretik. De van az a pénz. Ja, hát igen, van az a pénz. Csak hogy Mourinho meddig megy el, mert ugye Sterlinget is le akarta igazolni a Chelsea, de 32 millió volt az utolsó ajánlata a Chelsea-nek, és akkor a visszautasított a Liverpool, akkor azt mondják, hogy jó, kapjátok be, akkor nem kell. Ja. Sterling, ha már felhoztam, nem egy nagy durranás igazából. Ugyanaz, mint tavaly. Ugyanazt csinálja, mint nálunk. Ugyanez, hogy lőni nem pürge, tud. Elviszi, igen, pörök gyors, kettőt, az kilövi az égbe. Gyors, van egy-két ilyen bevett csele, amiket ha jó ütemben süt el, akkor bejön. De igazából nem látom én azt a 49 milliót benne. Az igazság. Nem az a igazi. Amit az angolok szoktak mondani, ez nem az a game changer, aki így el tudná dönteni, hogy Agüero vagy David Silva. Igen. Nem. Ilyen téren a keretből szerintem inkább lefelé lóg ki, mint felfelé, mert azért egy Agüero mellett... Hát Agüero hihetetlen tényleg, hát az első fél időben válkodott volna 5 gólt konkrétan. És ugye ezt akartam mondani, hogy rossz napja volt. És egy szava nem lehetett volna, meg semmelyik Chelsea szurkulónak, meg semmelyik Chelsea-hez tartozó akárkinek, szóval tényleg... nagyon rossz, igazából az igazság, hogy az elmúlt meccs után, meg a felkészülés és szezon, meg úgy általában a szuperkupa, meg minden után én nagyon rossz előérzettel vártam ezt a meccset, és hát igazából be is jött, amitől féltem. Most amire, inkább azt mondom, hogy amire vártam, de biztos, hogy még csak közel sem ilyen eredményt tippeltem a tippes játékunkban. Hát én meg azt érzem, hogy kezdeni, mint tavaly a Citynél, hogy City is az előtt éve megnyerte a bajnokságot, el voltak magukkal, aztán a következő szezonban olyan bekényelmesedtek, nem, vagy nem volt az a motivációjuk, hogy na, még egyszer nyerjük meg, hanem meg volt, aztán oké, valahogy a Chelsea-be is most én ezt érzem, olyan hajtanak meg olyanok, de az a plusz hiányzik belőle, ami tavaly meg volt nekik. Szerintem meg Ivanovicson csodálkoztam, hogy már ezen a két meccsen elég rosszul játszott. Hát igen, mondjuk ezen a meccsen már jobban, már... szerintem, de már még azért voltak jók belépői, meg azért hozta a szintjét, de megint csinált egy pár olyan dolgot. Utolsó két gól konkrétan róla kaptuk mondhatni, úgyhogy azért nem mondanám teljesen, hogy visszatért volna a formájába. Hát nem tudom, hogy mi lesz így.
Én most kezdtem el egy kicsit aggódni a Chelsea-ért, persze azért annyira nem, mert azért ugye még Mourinho, még mindig Mourinho, szóval ő még mindig tud húzni valamit, de hát nem tudom. Kicsit nehéz. Nehéz így most bizakodom jövőben nézni. Csak két forduló volt, meg persze, meg igen, van idő javítani. Csak hát a Chelsea nem szokott így kezdeni szezont, hogy egy pont két forduló után. Én azt hiszem, hogy 98 vagy 96 óta ilyen nem is fordult elő, hogy nem tudott nyerni. Ja, azt nem is hallottam. Az első két fordulóban. Na, mindegy. Nem tudom, ti hogy láttátok esetleg? Elfogulatlanul? Hát, ahogy mondtam ugye, hogy a Chelsea most önnek tűnik, mint a tavalyi City. Most meg a City tűnik önnek, mint a tavalyi Chelsea. Hogy azért a West Bromot nem volt nagy ellenállás a West Bromnak, de azért ott bedarálták. Most a City, vagy a Chelsea-t is. Azért ott a tavalyi év, hát nem tudom, hogy kudarca, hogy másodikok lettek, de az valami nagyon hajtja őket. Jó, azért befektetnek most nyáron, mert hogy a Sterlinget megvették, aztán most javárja az átigazolás a végén, ezt nem mindig, hogy de még fognak biztosan igazolni, meg én is hallottam róla. Szóval ők azért rámennek most a bajnoki címre igazán. Mourinho meg meg akarta tartani ezt a magot, hogy ezt hogy a győztes csapaton ne változtass, gondolom. Hát igen. Mondom, ez volt a célja. Persze lehet, hogy ez még később be fog jönni, csak újra rá kell állni a helyes útra, de hát egyelőre nem úgy tűnik. Viszont egyébként, amit legyünk igazságosak, amit Kénnél elmondtunk, az Kostánál is kicsit kezd kérésesé válni, hogy lehet, hogy ő is egy ilyen egy nyári, hát igen, ebben most beleszaladt, nem tudom ezt befejezni, szóval lehet, hogy ő is egy ilyen egyszezonos csatár, mert azért nem hiszem. Mert a tavaly hiszem, már a csak szezon vége fele se volt már az, mint az első, a szezon első felében az igazán bombofor, amikor tényleg rettegni kellett tőle. Azért most már inkább csak az a tűnik ki, hogy paraszt. Jó, most kapott is rendesen, szóval volt joga mérkőzni. Meg azért, de mert lehetett egy szezon, azért ugyanaz a hát nem ugyanaz, mint Suáreznél, hogy elején még ugye bírók elnéztek, ezt utána már ismerték, tudják, hogy mik a igazi személyiségei, meg most is voltak olyan dolgai, volt az a 11-es gyanús helyzet, hogy lehet, hogyha az nem ő lett volna, akkor az befújják. Hát szóval igen. Önneki már de van egy rossz pontja a bíróknál. Ami viszont szörnyű, hogy már abban élő pillanatban mondtam, hogy ez kéz, és ez tényleg kéz volt, még ha nem is volt szándékos, meg nem is változhatott túl nagy irányt a kezén, de akkor is az kéz volt, beleért. Szóval ott 16-oson belül leszorított kézzel kell a pattanó labdánval szemben álló játékosnak védekezni szerintem, és ott nem volt közel nem volt leszorított kéz. Szóval na mindegy. Nem vagyok bíró, vagy ilyesmi. Nem, úgy szerintem de szerintem azt mondom, egy játékos be fog indulni. Mondjuk a tavalyi év elején kicsit olyan volt, mint néha Kane, hogy mindig oda pattant elé, mindig oda csorgott, és akkor az persze bevágta. Most is be tudná ezeket, csak most eddig nem jöttek. Amúgy nekem Ivanovicsom, hát okoztál egy kicsit, hogy Hazard. Nem igazán. Igen, ez igazán nem olyan volt tavaly, majdnem olyan volt ő is tavaly, mint Alexis Arzenába, hogy azért ő rá lehetett számítani, mert ezen a két meccsen nem sok mindent csinált. Hát a nevés is sokszor hallottuk. A fantasy pontokból kiindulva se, vagy nem mozott sokat, de jó, azért ő is megmutatta néha pár cserne megindulása, hogy azért mit tud, de nem tett olyan sokat hozzá a meccseket. Viszont Willian játéka sokkal jobb idén eddig ezen a két meccsen, azt látom. Viszont Quadrádóra azt mondanám, hogy
Most, hogy beszállt a meccsbe, nem volt olyan szörnyű. Tavaly csetlet botlott, most azért elég jó megmozdulásai voltak. Igaz, hogy egy elég rossz szituációba állt be, de szerintem most remélem, ebben az évben már bizonyítja, hogy miért fizettünk érte egy akkora összeget, meg a miért cseréltük le Szalára, vagy Szalát rá, inkább úgy mondanám. Szóval igazából ő még lehet egy titkos fegyvere Mourinho-nak, bár hát lehet, hogy most kiröhögnek páran. Hát azért szerintem Hát attól, szerintem hogy sok titkos minden nem fegyver fog legyen. kezdeni. Micsoda? Attól még messze van, hogy titkos fegyver legyen. De tényleg, tehát a mai teljesítményére egy észben tartva az, hogy ami volt, de a decent jelzőt tudnám talán így használni. Tehát, hogy nem volt kiemelkedő, bejött, felvette a ritmusát, egy kicsi pluszt megpróbált hozzátenni, de tehát nem volt ilyen megváltó szinten. Hát sajnos én is így látom. Falcao úgy igazából nem is kapott értékeltő adat, egyet próbált rácsűrni, de egyből blokkolták. Hát azért le is maradtam arra, hogy bejött, hogy játszott, néztem. Hát Willian helyére érkezett, Ja. azt hiszem 80. perc körül, de hát most ott már igazából minden mindegy volt. Most, jó, akkor még 1-0 volt az állás, de aztán, amit meg volt a 2-0, már igazából én már úgy voltam, hogy akkor már venni akartam a fülhallgatómat, meg egy cigit a szájba, és már indulni akartam. Aztán bejött a harmadik gól, és úgy voltam, hogy na jó van, srácok, én mentem, engem ez a meccs nem érdekel tovább. És még mondtam is havernak, hogy az utolsó perceket nem is láttam, mondtam is havernak, mondom, ha hazaérek és 3-3 lesz, akkor csupaszra vetkőzök és szaladok egy karikát itt a főutcán, de ez nem történt meg, úgyhogy senki sem látott csupaszom. Ma. Hála a környéknek. Amúgy az szerinted játszik, hogy most, jó mondjuk Courtois most visszajön, de hogy Begovic esetleg, hogy Vártnál több szerepet kap? Mert az elég jó volt. Jó, a 3 gólra annyira nem tehetett, de amit az első félidőben művelt, azok úgy leért, minden labdára meg olyan jó reflexei voltak. Hogy Mindenképpen lehet az, többet hogy ő érdemel. véd majd a ABL-ből. Á, igaz, nem Hát hiszem. én mondjuk szeretném, ha mondjuk kapna egy konkrét sorozat, mondjuk az FA kupát, meg a Liga kupát mondjuk ő védhetné végig, meg néha a bajnokságba, mert azért, és szerintem tavaly ugyanezt kellett volna csinálni Csevel is, hogy ne csak epizód szerephez jusson, mert nagyon jó kapus is, és nem éri meg parosztatni, meg szerintem valamilyen szinten a szerződésében benne is van, hogy nem azért igazat a Chelsea-be, hogy egy ilyen másod, mint egy ilyen Curicini-szerűen így végignézi, hogy a vetétársa learatja az összes babért, és még csak labdába se rúghat, úgymond. Úgyhogy én remélem, mert igazából nekem szimpatikus játékos is, meg hát látszik, hogy azért egy elég jó kapus. Nem mondom, hogy cseh szint, de másodszámú kapusnak szerintem teljesen tökéletes. Szerintem még, hát, még annak is erős. Már mondjuk majd sok lehetőséget kap, aztán majd megmutatja. De kicsit olyannak érzem, de amikor még Mignolet is a Sunderlandben volt, hogy nem az a top kapus, de második számúnak túl erős lenne. Azért Mignolet kinőtte magát, első számúnak a Liverpoolba. Ugye Hát, majd hozzászokhat Begovic is Bogdán szerintem mögött, például hogy... egy, hogyha most a olyan lenne, hogy De Gea-t eladnák a Madridnak, akkor szerintem Lloris mehetne a Manchesterbe, akkor Begovicnak szerintem beton helye lenne mondjuk egy Spursben. Szóval szerintem azt a szintet ő megüti. Viszont annyira azért nem jó, Meg. mint Tibó. Úgyhogy én Hát, még nagyon ja, remélem, igen, hogy azért. én még szeretném azt, hogy ez a felállás, meg nem is bánom, hogy van egy kis, bár minden poszton lenne ilyen szintű versengés, mint most kapus poszton, hogy két teljesen jó, egy klasszis, meg egy teljesen jó kapusunk van. Ha minden poszton ez így, ezt elmondhatnám. Már igazából elmondhatom, csak hát a játékosok nem mutatják meg ezt. Ja, csatár meg kapusposzton van nagy. Meg azért a közép hátvédnál is. Főleg, hogyha a Stones jön, akkor ott azért brutális erős. Ö...
Na jó, hát szerintem viszont beszélgessünk. Most aztán a Premier League-et ugye lezárhatjuk, mert ugye a Liverpool meccs az holnap lesz. Esetleg, hogy mit vártok a holnapi meccstől, azt még elmondhatnátok, és akkor utána beszélgessünk kicsit átigazolásokról. Jó, hát nem tudom mennyit tippeltem, de én azért mondom, ha érdekel. 2-0-át mondtam, nem még mondom. Azt hiszem. 3-1-et mondtál konkrétan. Bence pedig 3-0-át. És akkor már itt vagyok, akkor elmondanám, hát azért egy simább meccset, ugye első idei első meccs az Anfield-en, meg elvileg már Firmino is kezdeni fog. Amit már azért mindenki vár, mert mikor beállt a Stoke ellen, és akkor is... Én nem tudom, rég láttam ilyen jó játékos, hogy ilyen jól szálljon be egy meccsbe. Tehát ragadtak hozzá a labdák, meg ugye, nézegettem, mikor legazoltuk, akkor nézegettem róla a statisztikákat, hogy azt hiszem Messi, Neymar, Ronaldo, meg Robben után ő volt a következő játékos, aki a legtöbbet cselezte. És ebben a 20 percben a Stoke ellen ezt meg is mutatta. Mert ez szétcselezett mindenkit. Úgyhogy én azt várom a hétfői meccsről, hogy Coutinho, Firmino kettős az összeáll. Benteke remélem megkezdi a gólgyártást. Ám a Stoke ellen annyira közel nem járt hozzá, de azért látszott benne, hogy jött azért jó helye lesz, meg itt az ideje neki bizonyítani, mert szeptember elején már jön Sturridge is. Már a héten visszatér. Úgyhogy hát mindenképpen egy győzelmet várok. Lehet felőlem 6-5 is, vagy 1-0 is öngóllal, csak legyen meg. Mert azért jó lenne, két forduló után már 5 pontot felvenni a Chelsea-re. Meg fölkapaszkodni a Leicester. Ha már tovább nem sikerült. Na. Ja, hát egy jó kezdés, az megalapozza az egészen. Hát meg ugye Emre Can, tehát én mindenféleképpen azt várom, hogy Emre Can a kezdőbe kapjon helyet, csak ugye ez akkor valószínűleg, tehát ha Can kezd, akkor Firmino nem fog, mert szerintem Rodgers nem fogja megbontani a Henderson-Milner kettőst. De mondom, Can mindenféleképpen kell oda holding midfieldnek, mert amikor tehát ez Stoke ellen is ez volt, beállt, stabil lett a középpálya, jobban tudtunk játszani, feljavult a játék, oké, jött Firmino is, ő is osztogatta a labdákat, meg zsugázott, és most mondhatom így, hogy találtunk egy gól, de Coutinho, tehát hogy varázslat, az benne van. És hogy én is olyan hasonlót várok, olyan értelemben, hogy egyből Can kezdjen, és egyből stabil legyen minden, főleg mivel ugye az Anfield-en az első meccs lesz a szezonban. De amúgy szerintem a Milner Henderson nem fog megbomlani, mert 4-3-3-mal teljesen beleillenne. Ugye ő lenne védekező középpás, két középső az Hendo meg Milner, két szélén Coutinho meg Firmino, középen meg Benteke. Jó, de most Coutinho meg Firmino-t kiraknánk ezt szélre. Mind a kettő alapvetően középső, támadó közép. Hát akkor ez meg lesz ilyen óriási taktikai kérdés. Akkor meg 4-1-2-2-1, vagy nem tudom, van ilyen felállás. Csak ugye, hogy ilyen nem szélen lennének, hanem ez a támadó középpályás. Ez a, nem tudom, jó, hogy ez a támadó középpályás. És a tár mögött. De ez meg kiderül. Nem, Rodgers papa mit tart a fejében. Érdekes lesz látni. Nyerünk, csak nyerni. Na akkor menjünk átigazolásra. Igen, gyűjtögettem is egy-két hírecskét, úgymond. Igen, ja. Már Citynél mondani akartam Otamendit. Otamendit, gondolom, azt te is láttad, nem? Nem. Hogy nem a Unitedbe megy, hanem elvileg a Citybe fog menni, és hogy Mangala meg kölcsönbe talán, azt a Daily Mail írta, hogy igen. Otamendi oda megy. Ugye Pedrót meg De Bruyne továbbra is akarja, City. Úgyhogy be fog vásárolni egy bőve. Na hát, de most... Más nem volt. Ez kicsit nevetséges ilyen téren. Oké, így is elég erős szerintem a City. Én nem mondom, hogy ne erősítsenek tovább, de azért, hogy Pedro meg De Bruyne is még ebbe a csapatba, hát komolyan ne vicceljenek már, hát akkor ki fog padozni? Silva? Sterling. Meg Sterling. Sterling megy az utánpótlásba a gyerekekkel.
Hát elég fiatal még, meg elég kicsi kellett, nem is tűnik fel, kis nudli hajával. Majd a gyerekeje föltölti az üres helyeket a stadionba. Na mindegy, szóval City kicsit fura átigazdási politikát képvisel. Amit összeszedtem, első számú hír, ami tökre meglepőt, nem is tudtam, hogy ez képbe van ez a dolog, hogy elvileg szinte már teljesen biztos, hogy 30 millióra Real megveszi Kovácsicsot, aki a Internek a horvát szuper tehetsége. Ugye őért a Liverpool is bejelentkezett, azt hiszem, de a licitből kiszállt egy idő múlva. Ja, ugye a olasz újságok írták, hogy úgy közel van, meg minden, hogy ide jön. De angolok meg egy szót sértek róla, úgyhogy tudtuk, hogy ebből nem lesz semmi sem meg. De még ez rátérve, ugye szóba került most újra, mert ugye elvileg Lucas távozni fog, már összeveszett Rodgers meg az egész stábbal valamiért, meg több szerepet akar kapni. És hogy elvileg egy jó kis átkezelés háromszög lehet abból, hogy Lucas elmegy az Interbe, Kovacsics elmegy a Madridba, ilyenre menni meg eljön hozzánk. Az nem olyan rossz fogás. Fordott. Szerintem ez teljesen mindenki jó járna ezzel. Mert Lukasról csalódtam, hogy Juventus, a Milán, meg az Inter is akarja őt. Nem tudom, miért pont az olaszok. Hát pedig én se, de hát figyelj. Ők tudják, mit akarnak. Ha már olaszok egy... Balotellit ingyen adjuk hozzá, gratis menj. Meg még egy frissen sült cipót is, csak vigyék. Nem tudom, miért mondtam, hogy ha már az olaszok, mert egyébként teljesen mást akartam mondani. Most olvasom, az Aston Villa, most nem most olvasom, már olvastam, csak most olvasom fel. Az Aston Villa leigazott a Barcelona 19 éves tehetséges Adama Traoré-t, és ezt már pénteken bejelentették az Aston Villánál. Hát, elvileg hát, ezen egy nagyon meglepődtem. Mert jó, mondjuk legykák, hogy őt is akartuk. Mármint, hogy ilyen olyan szintű játékosként, mint most Ibe, vagy mint ami Sterling volt 2 éve, szóval ez a sokszor bejön csereként, és hogy fejlődik, aztán majd bekerül felnőtt csapatba, de ezt néztem róla videókat, 19 éves, de hát nem tudom. Baromi jó fizikum. Szerintem 80 kilót szintiszta izom az a gyerek. Igen, igen. Szerintem az át, az, nem tudom, hogyan ment át az orvos, én az televoszteroidokkal, nem tudom, de 19 évesen nem így néz ki az ember. Hát a Lukaku is hogy nézett ki 18 évesen, mint egy 30 éves kigyúrt állat? Egyébként kicsit azért vicces, azért Tim Sherwood, kicsit szerintem azért túlzásba esett az első nyilatkozat vele szemben, vagy róla, hogy dinamikus, gyors, igazi vadóc, soha nem tudod kiszámítani, mi lesz a következő lépése, és ezt elismerésnek szánom. Kevés ilyen játékos van a Premier League-ben. Tényleg, Tim? Kevés ilyen játékos van? Azért... Hát, nem mondjuk ez... Azért túlzásokban esem hát szerintem. Hát az utolsó nem kellett volna. Ja. Jaj, meg még egy játékozás, ez is Liverpool, hogy... Ugye José Enrique már körülbelül 2 éves érült, és ugye... Na mindegy, az az egész, hogy Rodgers, Balotellit, Borinit, meg Enriquet külön száműzte a keretődött, külön edzenek a kerítés mellett, vagy nem tudom. Ugye Balotelli majd valahol csak elmegy, Borini az már nagy olaszokhoz elvileg, és hogy Enriquet is ki akarják innen toloncolni, és hogy most nyilatkozott egy olyat, hogy szeretne maradni, harcolni akar a helyét, meg mit tudom, hogy imádja ezt a helyet. Hogy eddig jó volt a nyilatkozat, aztán mondta azt, hogy hát ennél nagyobb klubban nem is tudnék játszani, szokásos sablonszak, persze, hogy tudna játszani. És azt mondta, hogy a Liverpool körülbelül akkor, mint a Manchester United. És akkor utána azt mondta, hogy vannak opciói, hogy elmenjen Spanyolországba, de ott nem olyan jó a gazdaság. És azt mondta, hogy egyedül a Real Madrid, meg a Barcelona tudná kifizetni a mostani fizetését, úgyhogy ő addig marad, amíg bírja. Hát... Ez az utolsó mondat, ez eléggé ja, furcsa. Szép. Jó, lehet, hogy őszinte, hogy ő csak a pénzért akar itt lenni. Hát most megnézi valaki az Instagram izéjét, akontját, csak arról lát az ember képeket, hogy
állandóan Dubajban nyaral. De minden egyes nap öt kép, meg minden, nézzük csak a meccseket élőben, de arra nincsen, hogy ő mennyire vissza akarna térni, meg minden, úgyhogy ő szerintem el fog menni. Ja, már ha talál kérőt, mert szerintem nem igazán lesz két évnyi pihenés után. Hát, na igen. Hát érdekes ez ugye egyébként, sok ilyen játékosnak, aki bevallottan a Fénz miatt csinálta, ugye a Chelsea-ben is volt régen egy ilyen játékos, sem nem teszem be a neved, aki utólag az életrajzi könyvbe elismerte, hogy konkrétan őt egyáltalán nem érdekelte, mert volt két szezon, amikor talán kétszer beállt csereként, és azt mondta, hogy őt egy pillanatig se zavarta, mert akkora összeget gombolt le a Chelsea-ről, hogy de ez még a Abramovics éra előtt volt egyébként, azért érdekes ez az ügy, mert ez 2000-2001-es szezon, meg a 2001-2002-es szezonban volt. Meg Aszolakotó volt még, igen. Én úgy emlékszem, hogy ő nyilatkozta egyszer azt, hogy nem akar barátkozni, azt mondja, hogy egyetlen egy csapattársának van, meg a telefonszám, én eszem, még a Spurs-ben volt, akkor mondta ezt. Uh-huh. Talán még az akkori, aki akkor volt kapitány, most az a fogalmam sincs ki volt az, hogy csak neki van meg a száma, őt nem érdekli az, hogy kik a csapattársai, pénzért játszik, úgyhogy mindenki hagyja őt békén. Ami az elég szép dolog. Mert most például Balaterről is voltak hírek, hogy Karácsonyra nem tudta a fele kezdőnek a nevét. Tehát nem azok a játékosok, akik ilyen ifik, tehát hogy néha játszanak, hanem a konkrét kezdőjátékosoknak a felét nem tudta, hogy mi a nevük. Hát, nem, ők, nem is igazából indokolt, mert nem sokat játszott velük együtt. Hát az biztos, hogy biztos nem is fog. Őről értem, van egy meccs, hogy valaki bejelentkezett már érte, vagy bármi, mert... Ne, ha vinnék Dubajba, meg vinnék olasz harmadba, meg ilyenek jönnek folyton, hogy az olasz harmad azért lenne neki jó, mert hogy ott újra föl tudja építeni magát, meg ott megbíznak benne, meg ő lenne közben, ő lenne a sztár. Ezt ő szépen meg is köszönte, hogy aranyosak, cukik vagytok, de így nem, mert nem tudnátok olyanokat adni, ami kéne. De nem tudom, tehát hogy szerintem, még ha ilyen 6 millióért adnánk, akkor sem akarnák elvinni. Hát igen, még lehet az is sok. Sajnos egy ilyen szezon után... Bolognánál érdeklődnek, hogy ők ilyen 5-6 millióért megvennék, de fizetésre nem volt szó. Hát az igen, hogy addig jutnak, amíg meg nem hallják, hogy mennyit keres, aztán... Ő mindenki hát... kölcsönbe akarja. Hogy az sok hát amikor az is jó, mert legalább a fizetést átvállalják, ugye, nem? Hát azért nem mindig van olyan kölcsönöknél, van olyan, hogy nem tudja fizetni a klub, de elviszik azt olyan felé fizetését azért még a kölcsönadó klub állja. Szóval szerintem, mert itt is azt hiszem 110 ezer fontot keres hetente. Úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen olasz középcsapatok be tudnák válni. A csapat biztos, hogy nem fogja megvenni. Emlékszem még, hogy volt interjú még Karácsony körül a Rallyó, vagy nem tudom ki az ügynöke, hogy ő mondta, hogy vagy itt öregszik meg Liverpool, vagy pedig ilyen 60 millió euróért el fog igazolni, hogy ez lesz utolsó lehetőség, hogy ilyen ekkora klubban legyen. Úgyhogy hát szerintem egy közép táj lesz, hogy egy ilyen szaszulóhoz. Na most olvasom a hivatalosságén, bocsász, hogy Kovácsics 40 millió euróért, és ez a hivatalos összeg. 35 millió plusz 5 millió bónusz. Azt nem írják, hogy kinek jár az a bónusz. Hát az a klubnak szokott szerintem az a meccsek után, vagy gólok után. Vagy... mostanában már csak ilyenek vannak, szerintem már azt nem is lesz ilyen korrekt átkozási összeg, hanem játszik 50 meccset, akkor kap 10 milliót, hogyha rúg 10 gólt, akkor ennyit. Én emlékszem arra, hogy az lehet, hogy hülyeség volt, hogy mikor a Southampton eladta Oxlade-Chamberlaint az Arsenalnak, hogy akkor volt valami záradék a szerződésében, hogyha egy meccsen többet játszik, mint fél óra, akkor valami 100 ezer fontot kell a Southamptonnak adni, és hogy vette volt az, hogy onnan derült ki, hogy mindig lecserélték a 60. perc előtt, vagy nem,
bocs, vagy becserélték a meccs végén 28-29 percet a meccs vége előtt, hogy ne aktiválja ezt az áradékot mindig. Bár szerintem nem biztos, hogy igaz. Hát el tudom képzelni egyébként, hogy igaz. Ja, meg azért Balotelli visszatérve azt is mondta az ügynöke, hogy ha a következő, vagyis a szeptember 1-től, vagy 2-án még Liverpoolban, hogy akkor valami milliós összeget kap hűségbónuszként, hogy ez volt benne a szerződésében. Szóval ez is akar egy főleg elpasszolni. Hát ez gyönyörű. Így a végére egyébként... Hát igazából nem is tudom, mit mondjak. Két magyar vonatkozású hírt is összeszedtem a végére, lezárónak. Esetleg, ha nincs más hozzá fűzni valótok. Nem tudom, Bruce, te hogy látod, vagy mit szeretnél esetleg hozzáfűzni? Látom, hogy itt vagy. Én egyetértek minden eddig elhangzottál. Üdvözöljek a műsorban. Na akkor Manchester United meccsről. Kezdjük újra. Tényleg, szóval kezdjük akkor azt mondtátok, podcast felvételi 10-től. Majdnem. Ja. Nem tudom, akarsz rage-elni egy kicsit a meccs kapcsán? Mert én még inkább szomorú vagyok, mint rage-elős hangulatban. Annyit kell mondanom, hogy nincs meg a füles, szóval jó, hogyha nem beszéltek velem egyszerre, mert akkor nem fogjátok csak magatokat visszahallani. Én velem itt volt egy ismerősöm, aki hatalmas Barcelona drukker, és egy másik, aki hatalmas Dortmund drukker. Ők voltak ma itt, akikkel megtekintettem a mérkőzést, és több ez is az oka annak, hogy nem tudtam itt lenni. Amit tudni kell róluk, hogy ha valamit kívántak, az az, hogy nagy vereség legyen a Chelsea-nek. És ami még igazából tett a lapát nálam, az az volt, hogy ők itt voltak. Szóval... hát én igazából... Én egy dolgot kértem meccs előtt, egy dolgot mondtam nekik is, hogy vagy legyen egy 1-0-ás győzelem, vagy kapjunk ki legalább 3 góllal. És hát végül is sikerült, megvette 3-0, mert én nagyon-nagyon azt szeretném, amit már elmondtam, hogy legyen egy nagy pofon, amiből ráébredt Mourinho, hogy ebből a padból nagyobb esély van Begovicot beküldeni csatárnak, mint bárkit, akik ott ülnek. Úgyhogy, ha most sem változik én, akkor nem megkérdőjelezem azt, hogy lesz-e egyáltalán ebből BL, mert ilyen formában még az Everton is veszélyes ránk. Hát nagyjából én is hasonló hangulatban álltam fel a meccs után, úgyhogy ez én kis csillagozott részegnek jó ugye a meccs után. Nem tudom, Bruce, hallta valami érdekes átigazolás mostanában? Mert azt nem tudom, tudod, de a Real leigazolt egy szuper tehetséget az Intertől, ugye Kovácsicsot. Hát a mai nap nem nagyon figyeltem, ugye, és hát nézegettünk, mert mindhárman foci buzik vagyunk, így elkerülhetetlen volt, hogy tehát az Arsenal meccset is megnéztük, stb. Stb. És nézegettük az átigazolásokat, ugye Kovácsics lepett meg minket, azt nem értettük, hogy mit haszna van a Realnak rá, minek menne az Interbe. Hát valami még meglepő volt az, amit olvastam, hogy amit olvastunk, illetve beszéltünk róla, mennyi esély lehet rá, az az, hogy elméletileg a Müller United az megint felerősödött. Így, hogy Douglas Costa jól teljesít, így már hajlandóak lennének egy nagyobb összegért megvárni tőle. Ezt a Dortmundos ismerősöm mondta, aki meg valami Németország, mit tudom, honnan szedte. De azért Müllertől nem szabadulna meg ennyi könnyen a baj, mert szerintem akkor azért 100 millió körül lenne. Azért ott istenítik. Hát igen. Mondjuk én nagyon nem szeretem ezt a játékot, ezért nem... Lehet, hogy én vagyok, csak így egyedül, én nem tartom nagy játékosnak. Szoktam Bayern meccseket nézni, de... nem tudom. Én nekem azért már... szimpatikus, ő nagyon, bebocs, csak mert egyébként, hogy ő az német ötödosztályból igazolt a Bayernbe, és ott lett igazán szinte egy szezon alatt ilyen szupersztár, és nekem azért szimpatikus ez, de egyébként annyira nem is nagyon nézek Bayern meccseket, ugye nem tudom, csak amikor BL-be szerepelnek, azokat szoktam nézni, de én még kedvelem. Ugye még így hozzá akartam mondani, hogy gyorsan, hogy kitekintésként, hogy ha már a Bundesliga, akkor szeretnék gratulálni. Biztos vagyok benne, hogy hallgatja a podcastet, Dárdai Pávolt szövetségkapcsán, aki akartam. Győzelemmel debütált a Bundesligában. És tényleg biztos vagyok, hogy hallgat minket. Egyértelmű, hát szerintem már írta is nekünk, hogy jó az adás, csak így tovább, srácok. Nem, ezt én akartam mondani.
És egyébként itt is van Chelsea-s vonatkozás, mert Salamon Kalou szerezte meg a győztes gólt egy 11-esből. Én csak azért, mert nem szeretem Bencét, és szeretek vele az utóbbi napokban kötekedni. Debütálni nem lehet egy második szezonban, szóval. Egyébként csak igen. Első teljes szezonjában, nem beugró edzőként, tessék. Azért. Látod, milyen jól fel tudom dobni a podcast hangulat? Na, hiányoztál. Egyébként viszont még van egy magyar vonatkozású hírünk, ugye Dzsudzsák két nap gondolkodás után eldöntötte. Na, ma hova megy? És a Bursaspor-ba igazol. Már van kép, már orvosin is átesett, elvileg hamarosan már bejelentik a végleges hírt. 1,7 millió euróért igazol a Moszkvából, és meg is kapja a hetes számú ezt. Én erre egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy azt hittem, hogy ennél jobban nem tudja a karrierjét keresztbe húzni, hát tévedtem. Sikerült, mert igen. Inkább játszanék, most nem, jó, nem látok a dolgok mögé, lehet, hogy ugye a Hertával volt nagyon szóba hozva, de nem látok a dolgok mögé, hogy a Herta nem tudta volna kifizetni, amit kétlek, de 1,7 milliót. Ilyen dolgok miatt nem ment oda, vagy esetleg, hogy a fizetése, de inkább játszanék kevés pénzért egy topligában, mint hogy sok pénzért egy közepes ligában. Jó, most nem mondom azt, tehát nem mondom azt, hogy rossz a török liga, de az is ilyen erősen 2-3 csapatos. Mm. És hogy a Bundesliga is oké, ott van, hogy nem az a kérdés, hogy ki lesz az első, hanem a második, harmadik hely, de hogy mégiscsak azért olyan ellenfelek ellen lehet játszani rendszeresen, akik azért az európai elitbe képesek beleszólni. Meg hát azért, hogy Dárdai Palival újra együtt dolgozhatott volna, szerintem az egy elég... Én, mint magyar, szerintem én szívesen dolgoznék együtt egy másik magyarral, ha már profi futballban elég kevés magyar van, szóval... Meg szóval biztos megkapta volna a lehetőséget. Jó, hogy nyilván Bursaspor-ról is meg fogja kapni, ha megkapja már hetes, mert mondjuk igazából az nem biztosíték, de... Hát nem tudom. Nagyon rossz döntéseket hoz egyébként ilyen téren. De hát ki nem tudja, hogy bele. Lőtte volna, vagy igazán, hogy a Hertha adott érte valamilyen ajánlatot, mert ha tényleg nem... Ám mondjuk akkor maradtam volna ott, ahol volt Moszkvába. Ami a kedvenc, nekem igazából erről az átigazolásról egy idézet jut eszembe, amit odaírták, hogy Dzsudzsák Balázs Törökországban ugyanígy gerinc lehető. Micsoda? Dzsudzsák ország Törökországban igazolt, ugyanígy gerinc lehető. Ja. Hát na. Na jó, szerintem ezzel a élveztem hír... mind a két percet veletek. Igen, ezzel a hírrel zárjuk is akkor a mai adást. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Tippekkel, Mizu? Ja, tényleg ezt el akartam mondani, ezt egymás között már megbeszéltük, csak ugye ezt a hallgatók nem is tudják, jó, hogy felhozott. Szóval azt beszéltük, hogy visszahallgattam az elmúlt adást, és szörnyű visszahallgatni azt, hogy mi arról beszélgetünk, hogy mit tippelünk egy meccsre. Főleg, hogy száraz eredményeket mondtunk, csak nem nagyon indokoltuk meg. Úgyhogy mostantól kezdve ez így lesz, kedves hallgatók és kedves Bruce, hogy megbeszéljük a szövegesen, vagy egymás között, hogy ki mit tippel a következő fordulóra, és ezt majd a Facebook oldalon fogjuk közzétenni, hogy mit tippeltünk, és amikor lement a fordulók, akkor hogy mennyi jött belőle, mennyi az állás, ezeket majd én megcsinálom. És mostatok kezdve akkor ez szöveges formátumban fog menni, és majd az adásban majd csak megemlegítjük, hogy mennyire hülyék vagy, mennyire nem értünk a focihoz, hogy mindig mellé lövünk. Mert hallgatni azt, hogy United, West Brom, 2-1, 3-2, ez így visszahallgatva, ez így 15 percen át, hát én nem tudom, kommentben jelezzétek, hányan hallgattátok végig azt, és meg hogy értem, hogy tetszik nektek, hogy ezt így szövegesen, vagy szóval élőszóban játsszuk tovább ezt a játékot, vagy esetleg szövegesen szélesebben fogadnátok tőlünk. És akkor, ja, ennyi lenne. Tetszik így, Bruce, vagy? Nem tudom, ez mennyire tartozik a hallgatóknak, nem tudom, hogy Bence addig tudja róla, úgyhogy majd ha rájuk tartozik a következő adásban elmondjuk, de majd adás után akkor veled is megbeszéljük. Na jó, van akkor. Akkor köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgatotok minket. Köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Bruce, neked főképpen. Szívesen. Akkor találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.